Mindenkit szeretettel köszöntök a Blinken Open Society Archive, a Göncz Árpád Alapítvány és az ELTE Társadalom Tudományi Kar közös rendezvényén a Petőfi Kör 2016 című előadás és vita eseményén. A mai rendezvény, ahogy az elnevezés is utal erre, részben egyfajta megemlékezés és tisztelgés az 1956-os Petőfi Kör eseményei előtt. Annyiban is, hogy 1956-ban, ezen a napon, március 17-én tartotta első rendezvényét a Petőfi Kör. Ugyanakkor ez a rendezvény sorozata a mának, a mai társadalomról szóló előadás és vitasorozat lenne, amelynek első témája a szabadság. Az előadás és vita során először szeretnék egy filmet bekonferálni, amit az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának két hallgatója, Nagy Alíz és Halász Péter készítettek, és aztán kerül sor majd a felvételadóknak a előadására. Mi is szeretném mindenkit köszönteni a mai eseményen. Mindennapi szabadságunk címmel készítettünk egy videót, egy rövid összeállítást Alizzal. A videó elkészítésekor olyan témákat igyekeztünk kiválasztani, amelyek a mai egyetemisták a fiatalok számára összefüggésben hozhatók a szabadsággal, a szabadság fogalmával. És olyan eseményeket választottunk ki, amelyek rámutatnak arra, hogy a hatalom tevékenysége egyre inkább olyan irányba változott, amelyek az emberek magánszférájába, az emberek magánszférájának a határát kezdte el egyre intenzívebben támadni, és mi úgy gondoljuk, hogy ezzel sértve a mindennapi szabadságot. És hát szerettük volna megmutatni azt ebben a videóban, hogy szerintünk hányféleképpen érte sérelem a fiatalok szabadságát az elmúlt években. Ahogy Péter is mondta, különböző blokkokra bontottuk a videót, azok alapján, hogy milyen sérelem érheti a mi egyetemista szabadságunkat. Kiválasztottunk a hivatalosság, vagy akár hatalomnak is nevezhetjük azt az erőt, aminek a részéről kiválasztottunk videó részleteket, és erre az egyetemisták reakcióit választottuk, ez lesz az első blokkja a videónak, és a második blokkban pedig olyan részleteket is hoztunk, amikre nem feltétlenül gondol egy egyetemista, hogy ez az ő szabadságát sérti, viszont a hétköznapjainkban előfordul, és reméljük ezzel a videóval felkeltjük a figyelmet arra, hogy mi a mi szabadságunk, és milyen sérelmek érhetik ezt. Ezen felül mi pedig töredelmesen bevalljuk azt is, hogy nem csak nem
szeretném, hogy a lányok az önmegvalósítás, a megvalósítás minőségének azt tartanák, hogyha unokának születnének meg. Hogy Magyarországon magyar családban magyar gyerekek szülesek. Ha nekik is vissza kell szerezni a mindenki közös szabadságát, éljen a köztársaság! Ha ma a legnagyobb kérdésnek mi mindannyian, munkavállalók és civilek, ha nem járunk elől jó példával, ha nem nézünk félelem nélkül a hatalom szemébe, és nem fogunk össze egymással pártállástól függetlenül, akkor holnap már nem lesz miről beszélnünk. Köszönöm szépen. Lehet hallani, amit mondok? Igen. Az remek. Köszönöm a meghívást és a megtisztelő lehetőséget. Felemelő érzés, hogy itt lehetek. Meg kell, hogy mondjam, hogy őszintén, hogy részemről még soha nem volt közöm semmilyen olyan rendezvényhez, amelyet komolyabb erőszak nélkül március 15-ével kapcsolatba lehet hozni, ha csak az nem számít ide, hogy 30 évvel ezelőtt a mi osztályunk adta a díszes műsort a 5400-as Hevesi Gyula úttörőcsapat számára. Úgyhogy hát ezen felbuzdulva a bennem rejlő sufni dramaturg csábításának nem tudtam sajnos ellenállni, és először arra gondoltam, hogy egy ilyen érdekes kísérletet végeznék, és megnéznénk azt, hogy mit szólna mondjuk a mai vitánk névadója, Petőfi, hogyha ilyen szolid 168 éves hibernáció után felébredne, és rácsodálkozna a mai magyar valóságra. Mit szólna ahhoz, hogyan is állunk azokkal a pontokkal, amelyeket 48 márciusában megfogalmaztak.
Hát ugye az első pont a sajtószabadságról szólt, mondaná ő, hogy Magyarországon ma sajtószabadság van. Ugye a sajtószabadsága az, amikor több mint 120 millió forint, 120 milliárd forintból gazdálkodik a közmédia, az a közmédia, amely sajnos már a hírhamisítás és a manipuláció fellegvára lett, vagy jót tesz-e az a sajtószabadságnak, hogy a kormány milliárdos hirdetési keretből emel fel, vagy dönt romba baráti vagy ex-baráti sajtótermékeket. Vagy jót tesz-e az a cenzúra eltörlésének, vagy a cenzúra elleni harcnak, hogyha a közpénzén élő politikusok háborút indítanak azok ellen, akik őket kritizálni merik, vagy alapszúdum kérdéseket merészelnek megfogalmazni velük szemben. Ugye örülne Petőfi a felelős magyar minisztériumoknak, vagy a Budapesten létrejövő országgyűlésnek, amely tény, hogy egy évben több mint egyszer ülésezik, de hát minden jobban ismeri, vagy megismeri valaki a mai magyar országgyűlés működését, annál inkább elcsodálkozik azon, hogy pontosan mi is történik a tisztelt házban. Mit szólna ahhoz Petőfi, ha azt látná, hogy a nép választott képviselői futva menekülnek az őket kérdező újságírók mikrofonjai elől. Ugye elégedett lenne a törvény előtti egyenlőség állásával úgy polgári, mint vallási értelemben, amikor azt látná, hogy egyes magyar hatóságok sportot tűznek a roma magyarok diszkriminációjából, vagy hogyha azt látná, hogy a vallásszabadság Magyarországon úgy néz ki, hogy a jelenlegi parlament és kormány által elfogadott, átnyomott törvényeket nemzetközi emberjogi fórumoknak kell időnként kijavítania, mert úgy tűnik, mintha a jelenlegi hatalom azt gondolná, hogy a vallásszabadság az elsősorban törvényi kérdés lenne. Ugye mit szólna ahhoz, hogyha az általa is követelt Magyar Nemzeti Bankot látná, mit szólna, hogyha azt látná, hogy ez mi lett ebből az intézményből, amely egy egyébként sem túl átlátható államban egyre kevésbé átlátható szereplőként úgy költi az adófizetők pénzét, mintha nem lenne holnap. Mit szólna ahhoz a közös teherviseléshez, amelyben nem az a vezérlő elv, hogy a gazdag nagyobb részt, több részt, nagyobb részt rakjon a közösbe, hanem ennek az ellenkezője, hogy akarná a fejét akkor, ha azt látná, hogy új hűbéri és feudális rendszer épül ki, ahol egyre több földet egyre kevesebben tulajdonolnak. Most jön a jó hír, mert amikor ezeket végig gondoltam, akkor arra gondoltam, hogy hát kevés ennél közhelyesebb módja létezik annak, hogy a szabadságról beszéljünk. Petőfi szellemének megidézése az annyira úttörő csapat konform, hogy ettől azért igyekeztem elmozdulni. Úgyhogy inkább arra gondoltam, hogy arról beszélnék, hogy mik azok az okok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ezek a tünetek Magyarországon létrejönnek. Főleg azért, mert hogyha nem a problémák valódi gyökeréről beszélünk, hanem kizárólag a tünetekről, akkor könnyen előfordulhat, hogy 60 vagy 168 év múlva, 2180-as években egy másik Petőfi körben megint csak a problémákat fogjuk sorolni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem a tünetek a fontosak, hanem elsősorban az okok. Ugye azok a jelenségek, amelyek a jelenlegi magyar demokrácia és szabadság betegségeit okozzák. Úgyhogy azt gondoltam, hogy erről beszéljünk inkább, hogy mi az, ami lehetővé teszi a hatalom számára, hogy egyre gátlástalanabbul csorbítassa a magyar szabadságot. Részemről ezt szeretném leszögezni, nem vagyok politikus vagy politika ellenes. Én azt hiszem, hogy minden valódi demokráciában szükség van politikai pártokra, és szükség van választott képviselőkre. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a hatalom természete sajnos már csak olyan, hogy minden ember, hogyha lehetőség van a visszaélésre, akkor bizony hát kevésbé tartja fontosnak a demokratikus alapelveket, mint amikor éppen nincsen hatalom közelében. Ez egy ilyen játék, ez nem magyar sajátosság, nem véletlenül találták ki a demokráciában a fékek és az egyensúlyok rendszerét. Úgyhogy minket az érdekel, hogy miképp bonthatta és bonthatja le a mostani hatalom ezeket a rendszereket, a fékeket és egyensúlyokat gyakorlatilag valódi polgári ellenállás nélkül, akkor ezt kell megnéznünk, mi engedte, mi engedi ezt meg. Mit használ ki a hatalom, amikor erre támaszkodva megteheti azt, amit megtesz. Én azt gondolom, hogy a magyar szabadság betegsége egy apátiából, közönyből, politikai amnéziából, pártpszichózisból, paranoiából, tolerancia és szolidaritás hiányból álló kórkép, ami sajnos nem 27 éve, hanem jóval régebben rágja a magyar társadalom lelkét. És amíg ezt a betegséget nem kezeljük, addig a hatalommal visszaélő és a szabadságra törő politikus tünetét sem fogjuk tudni kezelni.
ne, akinek nem inge, ne vegye magára a következő tünet, következő betegség leírásokat. Mégis azt gondolom, hogy egyes, hogy több eszám első szemében érdemes beszélnünk ezekről a jelenségekről. Én azt látom, hogy a mai magyar társadalom apatikus, lemondó, közönyös és a rossz értelembe véve apolitikus. Kevés kivételtől eltekintve általában egész egyszerűen nem hisszük el, hogy tudunk változtatni a közügyek kezelésén. Érdekelnek minket a közügyek, de elsősorban csak azok a kérdések, amelyek közvetlenül befolyásolják az életünket, nem érdekel minket a nagy politika. Egyszerűen elfelejtettük azt, hogy miről szól a politika, hogy a politika a közügyeinek vitele, helyi, nemzeti és európai szinten. Ezt nem csak elfelejtettük, hanem bizony többségében büszkék is vagyunk rá. Azok, akik közélettel foglalkoznak, azokat nem tiszteljük, hanem alapvetően kicsit azért vagy sajnáljuk, vagy megvetjük, kivéve természetesen azokat, akik rajonganak egy-egy politikai vezetőért. Miért tesszük ezt? Azért, mert alapvetően tudni véljük, hogy minden politikus lopcsal és hazudik. Mi persze nem vagyunk olyanok, úgyhogy hát jobb távolságot tartani ettől az egésztől. De amit nem veszünk észre, az az, hogy ez a fajta apolitikusság és közöny, ez nem, hogy nem javít a saját helyzetünkön, hanem egyre újabb és újabb hatalmi visszaélésekre ad lehetőséget. Azt hiszük, hogy a lelki szabadságunkat azzal vásároljuk meg, hogy nem törődünk azzal, ami a politikát jelenti ma Magyarországon, de valójában ennek az ellenkezője igaz, én azt gondolom. Azzal, hogy legyintünk, lemondóan legyintünk az újabb és újabb eseményekre, a közöny rabjaivá válunk. Ugye sokan már beleszülettünk abba, hogy hogy ezt az országot addig mondtuk következmények nélküli országnak, hogy ez szép lassan végül igaz is lett. És hogyha a gaztetteknek nincsen igazi következménye, miért is bosszantanánk magunkat azzal, hogy foglalkozunk velük? Ugye azzal, hogy a jogalkotást kisebb-nagyobb mértékben 27 éve átláthatatlan és legtöbbünk számára hát fel sem fogható lobby érdekek befolyásolják, ez megint csak a tünet. A valódi probléma az, hogy hiányzik a polgároknak egy aktív, tudatos és felelős közössége, amelyek ezeket a visszaéléseket meg tudnák akadályozni, amely ezek ellen a jelenségek ellen hát hatékony fegyver lenne. A közöny viszont rendkívül hatásos fegyver, én azt gondolom elsősorban a szabadság ellen. Ugye vannak olyan országok, ahol azokat az oknyomozó újságírókat, akik túl közel kerülnek a tűzhöz, egyszerűen lelövik nálunk, ennél sokkal egyszerűbb a helyzet, hogy az ügyészség az úgy tűnik, mintha nem tudna, a magyar választók többsége pedig nem szeret olvasni. Ugye a további rossz hír az, hogy nem csak közönyből és apátiából kapunk csillagos ötös érdemjegyet össztársadalmi szinten, hanem megbukunk szolidaritásból és toleranciából. Ugye vannak néha jó pillanataink, amikor kapunk egy-egy jó jegyet ezekből a tárgyakból, de alapvetően a tudásunk e két tárgyban az hát a nullához közelít. Szótlanul tűrjük össztársadalmi szinten azt, hogy több százezer roma magyar honfitársunkat napi szinten diszkriminálják, akár az oktatás, az egészségügy vagy a munkakeresés terén. Tűrjük, hogy a rendőrség a roma magyarok számára ne szolgálatot és védelmet, hanem valami egészen mást jelentsen. Ezt nem csak tűrjük, hanem igazából még támogatjuk is, hogy a magyar társadalom kétharmada hiszi és vallja azt, hogy a bűnözési hajlam az bőrszín kérdése. Amikor pedig a hatalom, ahelyett, hogy ezen rettenetes tévhitek ellen tenni próbálna, még rá is erősít ezekre a tévhitekre, amikor háborús borzalmak, vagy európai szemmel elképzelhetetlen nyomor elől menekülő, és megjegyzem, nem hozzánk menekülő, hanem az országunkon átutazni kívánó emberek ellen uszít, akkor pontosan ugyanezekre az érzelmekre épít. Az, ami ma Magyarországon romákkal történik, annak semmi köze nincsen a törvény előtti egyenlőséghez, nincs köze egyébként a testvériséghez sem, és nincs köze a szabadsághoz sem. Ez államilag elismert szegregáció és államilag biztatott diszkrimináció, mi pedig vagy lemondóan tűrjük ezt, vagy lesütött szemmel figyeljük, vagy rosszabb esetben még támogatjuk is. Ugye ennek a betegségnek egy érdekes, de szerintem igen szomorú része az, hogy nincsen politikai memóriánk. Ez ugye nem független a közönytől természetesen. Olyan, mintha egész egyszerűen amnéziásak lennénk, amikor arról van szó, hogy hogyan viszonyuljunk a nép választott képviselőinek a szabadságról szóló mondataihoz. És mivel nekünk, magyar választóknak úgy tűnik, mintha nem lenne politikai memóriánk, és úgy általában nem emlékszünk arra, hogy egy politikus 5 meg 10 évvel ezelőtt mit mondott mondjuk a szabadságról,
Ezért gyakorlatilag szó nélkül vesszük azt is, amikor ezek a választott vezetők tökéletes mértékben megváltoztatják az álláspontjaikat. Én tudom, hogy ez nem szép dolog a saját példával példálozni, de hát Schuster a kaptafánál, ugye, úgyhogy a jogvédelem területéről hoznék egy példát. Ugye ellenzékből nézve a jogvédő, az a demokratikus és alkotmányos jogokért küzdő harcos társa a politikusnak. Ugye ugyanennek a politikusnak kormányzati pozícióban nézve ugyanezek a jogvédők már a nép ellenségeinek számítanak. Ugye 2006 és 2005 környékén megint csak harcos társ és biztos pont a jogvédő és az emberi jogok őre és őrkutyája. 10 évvel később ez egy javíthatatlan emberi jogi falkává változik. Én azt gondolom, hogy ez a falka, ez 10 és 20 évvel ezelőtt pontosan ugyanazt mondta, ugyanazok mentén, az elvek mellén, ugyanaz a dolgokat kritizálta a mindenkori fennálló hatalommal szemben, az bizonyítja, hogy nem mi változunk. De én azt gondolom, hogy jelenlegi helyzet az, hogy a szavazók rajongó részének ez sajnos mindegy, és nem számít. Ez nagyjából mutatja azt, hogy mit gondol az emberek többsége a szabadságról, és ne legyenek illúzióink, ez abszolút nem oldalfüggő. Én azt gondolom, hogy fontos része a betegségnek az, hogy nem hiszünk a nemzet egységében, de hiszünk a szekértáborokban, és ahelyett, hogy az árkokat igyekeznénk betemetni, segítünk őket ásni. Ugye az teljes mértékben érthető, hogy ez miért jó a regnáló hatalomnak, és miért jó az ellenzék egyes részének, de az már nem érthető, hogy ez miért jó a magyar választóknak, miért éri ez meg nekünk. Ugye az egyik oldal szavazói szerint a másik oldal szavazói vakok és gyenge elméjűek akkor, amikor nem veszik észre, hogy az ő választott oldaluk lop, vagy esetleg nem mond igazat. Ez persze nem igaz, a magyar választó se nem vak, se nem gyenge elméjű. Pontosan tudja ő, hogy miről van szó, de valamilyen érthetetlen oknál fogva számunkra nem az számít, hogy a hatalom ellenőrizhető, átlátható és elszámoltatható legyen, hogy amúgy a miénk legyen, az sokkal fontosabb. Ezért néznek félre, hümmögve a Fidesz jelenlegi szavazói akkor, amikor közel 500 milliárd forint egyik hétről a másikra elveszti közpénz jellegét, de ezért néztek félre, vagy ezért néznek félre a másik oldal szavazói is akkor, amikor a saját oldaluk disznóságairól hallanak, vagy hallottak. Én azt gondolom, hogy amíg ezen nem változtatunk, itt komoly változás nem lesz. Olyan ugyanis, hogy baráti, demokratikus, autoriter rendszer, az nem létezik. Ugyanúgy nem létezik, mint az, hogy baráti, átlátható korrupció. Van működő demokrácia, meg nem működő demokrácia. Van szabadság, és van annak az illúziója, ahol a szavazók simán elnézik a saját választott oldaluknak a disznóságait, csak azért, mert éppen ők vannak hatalmon, az nem demokrácia az én álláspontom szerint, és ott bizony szabadság is csak mutatóban fordul elő. Ugye ezzel kapcsolatos az is, hogy képtelenek vagyunk tisztelni a másik oldal híveit és szereplőit. Ez az, amit úgy neveznék, hogy pártpszichózis és politikai paranoia. Senkinek, se kormányzati, se ellenzőki szereplőknek, se szavazóknak nincsen joga hazaárulózni a másik oldal képviselőit vagy híveit, pusztán világnézeti alapon, és nem rekeszthetjük ki a politikai ellenfeleinket a nemzeti politikai közösségből. Ebben a gonosz játékban mindenki részt vesz, ne legyenek e felől illúzióink, de azt is gondolom, hogy e tekintetben azért a felelősség nagyon nem egyforma. Ugye szegény Dehi Bernát Petőfi sok mindenen csodálkozna, de hogy egy valamitől biztos felfordulna a gyomra, az, hogy az elmúlt évtizedben a kokárdát Magyarországon arra használták, hogy magyart a magyartól megkülönböztessenek vele. Én azt gondolom, hogy ez bűn, és ennek az égvilágon semmi köze nincsen a magyar szabadsághoz. Én azt látom, hogy mi magyarok, mint politikai közösség nem értjük, hogy a világ és benne Európa miként működik. Sajnos ezt nem is akarjuk megtanulni, és ami még rosszabb, kísérletet sem teszünk arra, hogy a gyerekeinknek ezt megtanítsuk. Igazán nem szeretném a természettudományok iránt
érdeklődőket megbántani, de a kovalens kötés, az intermolekuláris erő, az Ohm törvény, meg a kinetikus gázelmélet az megy, azt megtanítjuk a gyerekeinknek, de a legtöbb gyerek Magyarországon úgy hagyja el a középiskolát, hogy fogalma sincs arról, hogy a demokratikus vita, vagy egyáltalán a demokrácia, vagy az emberi jogok miről szólnak, de azt sem tudják ezek a gyerekek, hogy miről szól a piac, kínálatkereslet, mitől működik a gazdaság, vagy miért rosszak az egyre fokozódó, miért rossz az egyre fokozódó egyenlőtlenség. Ugye nem értjük azt, hogy a biztonság és a szabadság hogyan kapcsolódik egymáshoz, ezért készek vagyunk elfogadni, hogy a képlet végtelenül egyszerű, fel kell adni szabadság jogaink egy részét, és akkor nagyobb biztonságban leszünk. Ugye nem értjük, és nincs is igényünk arra, hogy szabad, és az fontos, valóban követett, olvasott, hallgatott, nézett sajtója legyen Magyarországnak. Nem értjük össztársadalmi szinten, hogy mit jelent az, hogy társadalmi felelősség, nem értjük mi az, hogy elszámoltathatóság, nem értjük, de legalább nem is szeretjük a valódi függetlenséget. És mivel mindezt nem értjük, már a kezdetektől elveszítjük az esélyt arra, hogy megértsük, mi az a demokrácia és mi az a szabadság. Mi ezeknek a fogalmaknak a lényege, ezzel pedig egész egyszerűen szabad utat adunk a visszaélésnek és az önkénynek. Amíg pedig nem megyünk vissza az alapokhoz, és nem tisztázzuk, hogy miért fontos ez a két fogalom, és nem kezdjük el a gyerekeinknek megtanítani ezeket a fogalmakat, addig jó úton haladunk afelé, hogy 2186-ban a Petőfi körnek az egyik előadása az pontosan ilyen hangnemű legyen, mint az enyém volt. Én azt gondolom, hogy ez a vitasorozat igazán jó alkalom lehet arra, hogy ezt a munkát elkezdjük. Én köszönöm szépen, hogy ennek részese lehetek, sok sikert kívánunk magunknak, és köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, tekintetes dékán úr, tisztelt hölgyeim és uraim, az elmúlt évek során volt alkalommal megtanulni a dékánnak a megszólítása a tekintetes. És ezt ma már kevesen tudják, megtiszteltetés, hogy dékán úr meghallgatja ezt az előadást, az a dékán, akivel majdnem egy évet egy szobában töltöttem, Zalaegerszegen, akkor egyenruhát viseltünk. Már régen volt, nem tudom elhallgatni ezt a kedves emlékemet. Ha szabadságról beszélhetünk, akkor persze szabadságról ki tud igazán beszélni, ki tud igazán szólni róla hitelesen, hát egy költő, aki megénekelni a szabadságot. Én ezzel nem próbálkoznék, azt hiszem, hogy jobb, hogyha maradok egy picit inkább a saját területemen. Vagy beszélhetne a szabadságról egy filozófus, egy eszmetörténettel foglalkozó filosz, ezzel sem próbálkoznék, mert azt hiszem, hogy itt is a képességeim és a fölkészültségem az korlátozott. Beszélhetnénk a szabadságról emberként, mikor érzem én magamat szabadnak. És azt hiszem, hogy ez olyasmi már, amiben mindannyian kompetensek vagyunk. Tulajdonképpen szabadnak akkor érzem magam, hogyha nagyon hétköznapi módon fogalmaznám meg, amikor boldog vagyok. Nem feltétlenül akkor, amikor korlátlanok a lehetőségeim, nem akkor, amikor nagyon sok a szabad időm, adott esetben mondjuk, hogyha az embernek gyerekei vannak és siet hozzájuk haza, akkor ezt azt hiszem, hogy nem a szabadsága korlátjaként éli meg, hanem olyasminek, aminért érdemes volt a szabadságából, a szabad idejéből valamit föladni, de akkor rögtön talán érződik valami, hogy amikor szabadságról beszélünk, akkor óvatatlanul valami olyasmiről beszélünk, aminek igazándiból a hiányát érezzük meg, hogyha megérzünk belőle valamit. Az, hogy éppen szabadok vagyunk, azt így kevésbé szoktuk nap mint nap belekiabálni a világba, vagy a tükörbe, vagy mikor, miben. De gondolom, hogy a fölkérést azért kaptam, mert én is jogot végeztem, hogy hát talán valamit jogászként mondjak a szabadságról, és akkor persze elkezdhetjük azt, hogy miről beszél egy jogász, amikor szabadságról van szó, hogy hát van
fizetett rendes évi szabadság, van pótszabadság, van fizetés nélküli szabadság, de megint csak azt hiszem, hogy a fölkérés az nem erre szólt, nem erre a fizetett szabadságra, vagy a fizetés nélküli szabadságról, hogy szóljunk, hanem arról a szabadságról, ami megfizethetetlen, arról a szabadságról, aminek hát a hiányát érezzük meg, hogyha ha hiányzik, és ezt hamar megérezzük. Mióta Magyarország, én azt hiszem, hogy alapvetően egy szabad ország. Ha nem így lenne, akkor ez a terem most tele lenne ezen az estén, ilyen témájú beszélgetésen, tele lenne mondjuk titkos ügynökökkel és besugókkal. Az, hogy alapvetően, és március az éppen egy megfelelő időpont arra, hogy emlékezzünk, megünnepeljük, valahogy reflektáljunk a szabadságunkra, alapvetően ezzel a szabadsággal élnünk kell, akkor, hogyha nem akarjuk, hogy elillanjon. Mit is jelent a szabadsága, most egy picit már egy közelebb kerülve a szabadság szónak a magjához, az alkotmányjogi vagy lényegi tartalmához. Szabadság valahol elválaszthatatlan a jogállamiságtól. Amikor ezt próbáljuk elmagyarázni hallgatóknak, akik talán erről keveset hallottak a középiskolában, akkor egy tömör mondatban úgy szoktuk összefoglalni, hogy az államnak, a polgárnak minden szabad, amit nem tilos, az államnak csak az szabad, amit a jog megenged. Azaz az általános szabadságnak a mértéke az az lenne, hogy amit nem tilos, az szabad. Nem tudok egy felsorolást adni, hogy mi mindent szabad tennem, amíg valamit nem tiltott be az állam, addig az a szabadságunkban áll. A tilalmakat pedig az államnak kell indokolnia, az indokolás kötelezettsége tehát az államnál van, amikor valamit tiltani, korlátozni akar, hiszen nyilván a szabadságunk az a dolog természetéből fakadóan nem korlátlan, de indokolni kell a korlátozást, és a korlátozásnak a formája, oka és mértéke azok állandó vizsgálat tárgyát képezik. Ez az, amit úgy szoktunk nevezni, hogy az alapjog korlátozás tesztje, vagy alapjogi teszt, az a teszt, amit a 90-es évek elejétől kezdve dolgozott ki az Alkotmánybíróság, és amit most már az alaptörvény alapjogi fejezetének az elején olvashatunk is, hogy a forma vonatkozásában korlátozás, ugye törvény kell, hogyha alapjogról van szó, az ok, az egy alapjoggal szemben egy versengő, alkotmányos érték, vagy alkotmányos, vagy alapvető jog kell, hogy legyen, a mérték pedig az arányosság mértéke, tehát az alapjog korlátozás az mindig legyen, feleljen meg ennek a tesznek, legyen törvényi formába öntve, legyen valóban szükséges, elkerülhetetlen, és legyen arányos, az elérni kívánt célhoz képest legyen arányos. Azt hiszem, hogy ez egy olyan teszt, amiben viszonylag könnyen meg is állapodhatnak azok, akik akár különböző módon és különböző irányokból közelítenek közpolitikai kérdésekhez, vagy akár pártpolitikai kérdésekhez. Ha ebben talán többé-kevésbé konszenzus van, akkor megpróbálnék néhány veszélyt felsorolni, ahol talán veszélyek fenyegetik a szabadságot. Ezeket inkább témaként vetném föl, és aztán lehet köztük olyan is, amiben magam sem vagyok egészen biztos, hogy valóban úgy áll, ahogy én azt úgy elsőre magamnak felskicceltem. Nyilván az első számú veszély, amikor szabadságról van szó, az első számú veszélyt azt mindig az államban látjuk, a hatalomban látjuk, aki az elmúlt 200 évben, picit több, elkezd abszolút hatalommá nőni, és vele szemben próbálunk garanciákat kiépíteni alkotmányban, bíróságokban, intézményekben, és aztán újra meg újra látjuk azt, hogy ezek a garanciák, ezek esetleg nem működnek jól. Itt azért annyit megjegyeznék a magam részéről, hogy tökéletesen működő demokratikus jogállam szerintem nem létezik. Minden demokratikus jogállam
egy hiba százalékkal működik. Az a kérdés, hogy azt a hiba százalékot, amivel működik, azt elfogadjuk-e vagy sem? Azzal tudunk-e együtt élni vagy sem? Működni-e a jogállamban az önkorrekció? Ki tudja-e javítani azokat a hibákat, amiket elkövet? Még itt is belefér az, hogy néha egy rendszeren, rendőrség, ügyészség, bíróságok során benn maradnak hibák. Tehát olyan, arra nincsen garancia, hogy soha nem születnek rossz, téves, hibás, megalapozatlan ítéletek. Próbálkozunk, ameddig lehet korrigálni a jogállamnak a tévedéseit, hibáit, de a ki őrzi az őröket kérdésére, hát végül is mindig odaállíthatunk őröket, akik majd őrzik az őrök őreit, és a többi. Egy ponton túl a hatalom az mindig ellenőrizetlen marad, és hát csak a lelki ismeretének, vagy a biológiának, vagy valamiféle fölsőbb, külső, magasabb erőnek számol el. És azt hiszem, hogy ezzel a korláttal, ezzel a végességgel, ezzel együtt kell tudni élni. Hát ilyen az ember, meg ilyenek az emberi társadalmak. Az, hogy megint csak a polgártársak inger küszöbe ezzel a hiba százalékkal kapcsolatban eltérő, ez megint olyasmi, hogy vannak érzékenyebbek, vannak kevésbé érzékenyek, önmagában ezen még nem botránkoznék meg. Azt azért hozzátehetjük, hogy az, hogyha vannak egy társadalomnak érzékenyebb tagjai, az a közösség egésze számára azért inkább értéket jelent, mint veszélyt. Hol vannak még veszélyek? Hatalom mellett, hatalom túlterjeszkedésén, szereptévesztésein kívül hol lehetnek veszélyek? Azt mondom, hogy nem csak ez a klasszikus veszély van ott a szabadsággal szemben, a mindenkori hatalommal és a szabadság konfliktusában. Talán amikor a jogainkat szaporítjuk, amikor újabb meg újabb jogokat nevesítünk, ez nem jelenti rögtön és egyenesen azt, hogy nagyobb lesz a szabadságunk. Most elnézést a közvetlen visszacsatolásért. Nem hinném, hogy a hallgatói szerződés lenne a szabadság szempontjából a legnagyobb kihívás, ami az elmúlt évtizedben a magyar egyetemistákat érte. Ez egy érdekes kérdés, hogy akkor, amikor az adófizetők valakinek az egyetemi tanulmányaihoz hozzájárulnak, akkor ezért kérhetnek-e valamilyen ellentételezés és a többi. De most az, hogy ebből ezt úgy érjük meg, hogy ez a röghöz kötés lenne, azt hiszem, hogy itt nyilván a mondat íve az érthető, és értem is, meg természetes az, hogy mindenki a saját érdekeiért föllép, és azt képviseli. De azt hiszem, hogy ez nem egy az alapvető szabadságunkat érintő kérdés, és a munkavállalás szabadságát az Európai Unióban, hát önmagában ez, hogy Magyarországon fölmerült az a kérdés, hogy néhány évig Magyarországon kelljen dolgozni annak, aki állami ösztöndíjjal végezte az egyetemet, ez nem jelenti a szabadságnak a végét. Én elismerem azt, hogy érzékenynek kell lennünk minden korlátozással szemben, és az érzékenység jelentheti azt is, hogyha egy pici korlátozást érzünk, akkor arra annak adjunk hangot, de azt hiszem, hogy ennél súlyosabb kérdések merülhetnek föl a szabadsággal kapcsolatban, és ahogy elkezdek nevesíteni jogocskákat, mondjuk indultunk az emberi méltóságból, általános cselekvési szabadság, személyiségi jog, amikor ebből elkezdek levezetni mindenféle részjogot a névjogtól kezdve a biológiai származás megismerésének a jogáig, és a többi, hosszasan lehetne ezt sorolni. Nem tudom azt, hogy ettől nagyobb lesz a szabadságunk. Nem járunk el helyesebben akkor, hogyha fontos dolgokra összpontosítunk. A szabadságunknak valahol a magjára.
több jogból, a jogok szaporításából nem lesz, azt hiszem, hogy nagyobb szabadság, néha kevesebb több. És a fontos és kevésbé fontos dolgok között a tényleg alapjogi és hát fontos, de nem alapjogi kérdések között különbséget kell tudnunk tenni. Klasszikus kérdése a szabadságnak, és klasszikus korlátja a szabadságnak az egyenlőség kérdése, és ez már egy picit előkerült itt, hiszen az elmúlt évtizedekben, amikor szabadságról, alapvető jogokról beszélünk, akkor a visszatérő kérdés az az alapvető jogoknak a horizontális hatája. Ugye klasszikusan az alapjog az állammal szemben fogalmazódott meg, hát az életünknek a nagy részét nem az állammal töltjük el ilyen intim viszonyban, hanem egy munkahelyen vagyunk, egy lakóközösségben vagyunk, adásvételi szerződéseket kötünk, amikor buszra szállunk, meg kocsmába megyünk, meg bemegyünk a CBA-ba, Spárba, ki hova. Meg a diszkriminációt, az elsősorban itt tapasztaljuk meg, vagy itt tapasztalatják, éppen az ilyen középkorú cisgender férfi ember, mint én, az lehet, hogy kevésbé tapasztalja meg a diszkriminációt, de aki megtapasztalja a diszkriminációt nap mint nap, az ezekben a helyzetekben tapasztalja meg. Elsősorban nyilván megtapasztalja az őrszobán is, meg megtapasztalhatja akkor is, amikor az államhatalommal kapcsolatba kerül. És itt viszont, amikor az egyenlő bánásmód érdekében az állam belenyúl a magánjogi jogviszonyokba, munkajogba, lakhatásba, szerződési szabadságba, akkor bizony egy szabadságot korlátoz. És az, hogy ezek között hol van a megfelelő egyensúly, az mintha azért egy változó egyensúly lenne, és itt nagyon komoly kérdések vannak, milyen mélyre mehetek be a magán autonómia korlátozásába, egy nagyobb, egyébként esetleg kívánatos egyensúly biztosítása érdekében. Negyedszer, lehet, hogy nem negyedszer, csak amikor felsorolok valamit, akkor általában elvesztem a számozást, talán negyedszer, azt hiszem, hogy egy veszély a szabadságunkra nézve a saját hanyagságunk. Azok a jogok, amikkel nem élünk, amikkel élhetnénk, de talán lusták vagyunk hozzá. Azok előbb-utóbb elfogynak, vagy elcsökevényesednek. Tehát ha kialakul egy társadalomban egy öncenzúra, vagy talán inkább nem is öncenzúra, hanem tényleg hanyagság, közömbösség, az a szabadságot is veszélyezteti. Talán ötödször kérdésként vagy veszélyként, minthogyha a szabadság mögötti konszenzus fogyatkozna meg. És ezt óvatosan és halkan kérdezem, hogy nem arról van-e szó, hogy egy emberkép, egy antropológiai változás vagy kihívás az, amit megélünk, nem csak itt, hanem hát általában a világban, és bizony nemzedékenként meg kell újítani egy konszenzust. Azt mondom, hogy ezért izgalmas például egyetemen tanítani, mert ebben a történetben vehet az ember nap mint nap részt. Nem is abban, hogy most valaki megtanulja az alapvető jogoknak a dogmatikáját, és tudja alkalmazni a szükségesség, arányosság tesztet akkor, amikor a polgármester be akarja vezetni a kijárási tilalmat, hanem azért, mert az igény, vagy lehet ez talán divatos szó, lehet az érzékenyítés, kell hozzá egy megújított, nemzedékenként megújított konszenzus, vagy érdek, vagy emberkép, ami nélkül nem fog működni. És még ami kell hozzá, végül, de talán nem utolsó sorban, kell hozzá közösség. Mert és ezt a közösséget is nemzedékenként
meg kell újítani. Érdekes volt, Dénes Balázs hosszasan ostorozta a mit, hogy milyenek vagyunk mi. De már ott van az, hogy egy közösség vagyunk, ami nem magától értetődő. Tehát, és ezt a mit, ezt a közösséget, ezt bizony nap mint nap meg kell újítani. Azt hiszem, hogy nincs szabadság anélkül, hogy ezért a szabadságért, és azért a közösségért, aminek a szabadságáról szó van, ezért a szabadságért és ezért a közösségért nap mint nap emberek tömegei áldozatot vállaljanak. Talán itt van egy különbség aközött, amit mondjuk a közel-keletről menekülő szerencsétlenek megélhetnek, és aközött, amit mondjuk az olyan nemzetek megéltek, mint mondjuk a gondoltuk a magyar 56-ra is, vagy a varsói fölkelésre, vagy amikor azért egyértelmű volt az, hogy egy talán értelmetlennek tűnő dologra, hogyha valaki oda tette magát, közösségért hozott egy áldozatot, az bizony a közösség számára valahol máshol, valamikor máskor, hát csúnya szóval megtérül. És persze az a lengyel hazafi, vagy az a pesti srác, ő érezhetett egy ilyen közösséget, és valószínűleg, mert erről korlátozottak megint csak az ismereteim, de azok a szíriaiak, vagy közel-keletiek, akik most tömegesen menekülnek, ott valószínűleg ez a mögöttes közösség, ami egy lengyel számára valami hát beleszületett, meg belenőtt. Ez ebben a formában nincs meg, ezért áldozatot hozunk. És ebből a szempontból azok az eresztékek, amik összetartanak egy közösséget, azok számomra a szabadság szempontjából is kulcskérdést jelentenek. És hogy visszacsatoljak ahhoz, amit az elején mondtam, persze, ami számunkra a sorkatonai szolgálat volt, az a szabadságvesztés és a kényszermunka sajátos keverékeként teljesen értelmetlen valaminek tűnt. De igen, az, hogy egy közösség biztonságáért kell személyes áldozatot vállalni, az, hogy jobb egy olyan országban a vérellátás, ahol önkéntes véradók vannak, mint ott, ahol az 50 eurós csekket fizetik a véradóknak, az, hogy működnek-e ezek az összetartó dolgok egy közösségen. Igen, Magyarországon van minden évben 400 000 ember, aki elmegy és vért ad. És ezek azt hiszem, hogy olyasmik, amiket egy közösségnek, ha a nemzet egy szolidaritási közösség is, érzelmi közösség és a többi, nap mint nap meg kell újítania, és ha ebből vesztünk, ha ebből ez erodálódik, akkor bizony az a közösség erodálódott, aki a szabadságnak lehetne a hordozója. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ezt magamba erősíteni. Így talán lehet hallani. Jó napot kívánok, és én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én ugye nem jogász vagyok, hanem olyas valaki, aki
különböző kulturális termékeknek, művészeti alkotásoknak az értelmezésével foglalkozik. Most is ezt fogom tenni. Ugye nem tudtam előre, hogy milyen előadások lesznek előttem, úgyhogy nem akarok úgy csinálni, mint hogyha most itt rögtönöznék valamit ennek kommentálásául, de ahogy hallgattam, azt gondolom, hogy úgy fogható fel az, amit én el fogok mondani, mint egy lábjegyzet, ahhoz például, amit Dénes Balázs a közönnyel kapcsolatban mondott, illetve amivel zárta a Sanda Balázs az előadását, tehát a konszenzusnak, illetve a közösséget szervező elveknek a megújításának a szükségessége. Egy logóról fogok beszélni, egy interjúból kiragadt idézetről, két regényről, röviden, megígérem, és ezeken keresztül valami olyan érzületről, vagy közérzületről, ami szerintem elég markánsan kirajzolódik már a Magyarországon, valami olyasmiről, olyan meggyőződésről, hogy nem létezik olyan politikai vagy közösségi tevékenység, ami több szabadságot vihetne a világba. Tehát az ennek a létével kapcsolatos szkepszisről, vagy az ezzel kapcsolatos ellenséges érzületekről. Az ötletet azt egy Konzervatív Hallgatók Szövetsége nevű szervezet adta nekem. Ez egy maréknyi diák, akinek a fő tevékenysége az, ha jól láttam a programjukban, hogy a nagyjából a kormánypártok retorikáját tükröző programokat, beszélgetéseket, vitákat szervezzen. Nem lenne olyan jelentős szervezet, hogy erről beszéljek, de elvileg hoztam egy prezentációt, aminek valahol itt kéne lenni. Meg szeretném a logójukat mutatni. Meg tudsz segíteni nekem? Köszönöm. Illetve akkor azt is fogjátok, vagy fogják látni, hogy mi a többi dolog, amiről köszönöm szépen, beszéltök. Tehát a Konzervatív Hallgatók Szövetsége ezt a logót választotta magának, ami nagy mulatságra adott okot az én kollégáim és barátaim körében. Tehát ugye egyfajta anti-68-as szervezetként definiálja saját magát, legalábbis ezekkel a vizuális retorikai eszközökkel. Rögtön felmerül az emberbe a kérdés, hogy ki lehet a közönsége ennek a logónak. Az én egyetemi oktatói tapasztalataim szerint egy átlag egyetemista számára ez a logó valószínűleg semmit nem mond. Fogalma sincs, hogy miért van ez a szám beleírva és áthúzva ebbe a logóba. Az én intuitív értelmezésem az, hogy ez valahogy a hallgatói hálózatra adott válasz lehet. Valószínűleg maga a szervezet is a hallgatói hálózatra szép emlékű, de már nem létező hallgatói hálózatra adott válasz. És ugye a hallgatói hálózat volt azon kevés példák egyike, amely megpróbálta átélhetővé tenni a politizálásnak egy olyan tapasztalatát, amelynek valahogyan az a célja, hogy több szabadságot vigyen a világba. Tehát erre válaszul született ugye ez a szövetség és ez a logó. A következő dolog, amit látnak ezen a dián, az a korunk egyik új és nagyon rokonszenves hősétől vett idézet. Ez egy Rőrik Géza interjúból való. Azt kérdezték Rőriktől még jóval azelőtt, hogy ilyen híres ember lett belőle, hogy miért vett részt a Fidesz alapításában. És a válaszában szerepel ez a mondat, tehát tulajdonképpen ugye azt mondja, hogy valami fajta megkésett 60-as évek élmény volt számára a rendszerváltásnak az időszaka, egy olyan pillanat, amikor a politikát át lehetett olyan fajta, méghozzá a pártpolitikát olyan fajta közösségi tevékenységként élni, ami valamilyen értelemben igazságosabb világ felépítéséhez, vagy több szabadság megvalósításához vezet. Ez a pátosz vezette őt, mondja, és aztán nagyon hamar el is tűnt a professzionális politikából ez a pátosz, és ő maga is ugye eltűnt onnan. Az a rendszerváltást követő évtizedekben ugye azt látjuk, hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy eltűnik ez a pátosz, hanem egyenesen gyanakvóvá, vagy nagyon szkeptikussá válik a társadalom nagy része ezzel szemben. És azt gondolom, kiegészítve azt, amit Balázs mondott, hogy nem pusztán az intézményes vagy a pártpolitika tekintetében, hanem mindenféle nagyon széles értelemben vett politikai vagy közösségi tevékenység tekintetében nagyon
nagyon elapad az a hit, hogy ez szolgálhat valamit túl a közvetlen érdekképviseleten, vagy esetleg valaki szabadságának a korlátozásán valaki másnak a javára. Ennek az illusztrálására szeretném ezt a két másik ott látható képet, két könyvnek a borítóját bemutatni. Két viszonylag friss könyvről, két tavalyi regényről van szó. Az egyik Térei Jánosnak a Legkisebb jégkorszak című műve, a másik pedig Gerőcs Péternek, egy jóval fiatalabb szerzőnek, a Győztesek köztársasága című regénye. Nagyon különböző karakterű regények ezek, de mindenképpen összeköti őket az, hogy valami erőset állítanak a politikáról, mint tevékenységről, illetve a politikai tevékenység társadalom jobbító szándékáról, és mind a kettőjük állítása borzasztó szkeptikus ezzel kapcsolatban. Ugye Téreinek a regénye az egy sorozatnak egy része, ebben a sorozatban ő arra vállalkozik, hogy a felső középosztálybeli értelmiségnek a tablóját rajzolja meg, azt gondolom, hogy a szatíra és az empátia határán. Ebben a könyvben azonban előtérbe kerül a politikai, illetve közéleti vagy közösségi tevékenységnek a kérdése. A regénynek a főhősei a totális egyéni szabadság állapotában léteznek a közeljövő elképzelt Magyarországán. A pénzük, a képzettségük, az összeköttetéseik biztosítanak számukra egy olyan értelemben vett egyéni szabadságot, hogy a vágyaikat, a karrierálmaikat meg tudják valósítani. Érdekes volt itt az előadások előtt ugye vetítették azokat a Sosa által készített kis mini interjúkat, hogy mit gondolnak a szabadságról a mai egyetemisták. Én ezt meg előtte megnéztem az interneten. Azt lehet mondani, hogy nagyjából ugyanazt gondolják ezek a mai 21 pár éves egyetemisták, és Téreinek ezek a kicsit hátborzongató hősei a szabadságról. Ez a meglehetősen, azt gondolom, korlátozott, vagy akár korlátolt szabadság felfogás, ugye azt mondja, hogy a szabadság azt jelenti, hogy olyan tárgyat választhatok, amit akarok, olyan karriert futhatok be, amit akarok, csak Térei hősei ezt megtehetik, úgyhogy boldogak. A meginterjú volt egyetemisták, úgy érzik, hogy nem tehetik meg, úgyhogy boldogtalanok, de a szabadságnak más dimenziói nem merülnek fel, ugye az, hogy ez mások szabadságával milyen viszonyban van, és hasonló kérdések. A Térei középosztálybeli hőseinek a közösségi tevékenysége az a reprezentáció. Reprezentálnak a templomban, reprezentálnak az önkormányzat karácsonyi ünnepségén, és aztán a regénynek a csúcs jelenetében egy hatalmas, nagy előkelő bálon. Ezzel szemben ugye megjelenik egy másik fajta közösség ebben a regényben, egy olyan közösség, ami elvileg ugye az establishmentnek a kritikája lehetne, valami másika a fennálló rendnek, csak hogy Térei regényében ez a közösség egy terrorista csoport. Tehát ez a két világ áll egymással szemben, mint a világnak a kizárólagos összetevői, egy ilyen az egyéni szabadság boldogságában úszó szolidaritás és tulajdonképpen fantázia nélküli középosztálybeli csoport, és az ezt támadó csoportja, akik mondom, tehát terroristák. A Gerőcs regénye nagyon más szemléletű, ott egy hős köré épül ez a regény, aki a karrierjét először egy művészeti csoportban, aztán az ellenzéki tevékenységben, aztán a professzionális politikában, mármint a civil ellenzéki tevékenységben, aztán a pártpolitikában próbálja kiélni. Minden szituációban autoriter hatalomként működik, és amikor kiábrándul mindezekből, nem tudja magát megvalósítani bennük, akkor egy társadalmi utópiát próbál meg megvalósítani, ami valójában az egyének, a többiek, a résztvevők szabadságának a brutális korlátozása, és egy véres diktatúrához vezet. A regényből nem derül ki teljesen világosan, de valószínűleg egy gyilkossággal végződik ez a társadalmi kísérlet. Tehát ami ezt a két regényt összeköti, és én azt gondolom, hogy ezzel a logóval is, még ha kicsit bizarr is ez az összekapcsolás összeköti, az ez a végletes szkepticizmus,
vagy akár ellenségesség azzal az elképzeléssel kapcsolatban, hogy létezhet olyan politikai tevékenység, ami vállalkozik arra, hogy több szabadságot vigyen a világba, túllépjen az érdekérvényesítésnek a tervén, vagy pedig ne mások szabadságának a korlátozásáról szóljon. És az az érzésem, nem akarom túl feszíteni ezt, vagy túl általánosítani, de tulajdonképpen, hogy ez a, amit itt ugye a logó kapcsán ilyen anti-68-as érzületként fogalmaztam meg, ez egy olyan érzület, ami a politikai ideológiák teljes palettáján létre jelen van, hatalmi viszonyoktól függetlenül a mai Magyarországon, az értelmiségi közegben ugyanúgy, mint a nem értelmiségi közegben, és ami szerintem egy fontos összetevője ennek a diagnózisnak. Köszönöm szépen! Ezt is csak ide teszem? Hát azt hiszem, hogy nekem a legnehezebb dolgom, egyrészt már, hogy semmiféle rutina nem rendelkezem előadás ügyben, ellentétben a három másik felszólalóval. Harmadrészt pedig én próbálom a magam szerepét tényleg ilyen korreferátorként felfogni, úgyhogy próbálom, ami a fejemben volt, azt átstruktúrálni egy kicsit, és reagálni mindenre, amit elhangzott. Talán lehetne ezzel kezdeni Annához hozzászó, vagy amit ő itt végletes szkepszisről beszélt, a Gerőcs és a Térei műve kapcsán, és talán az, amit én képviselek, az meg akkor ilyen alapon tekintető a végletes naivitás álláspontjának, mert én azt gondolom, hogy itt most nagyon sok szó esett arról, hogy milyen értelemben veszélyeztetett a mi szabadságunk, és milyen módon kell megvédeni magunkat ezektől a hatalmi támadásoktól, amik a mi szabadságunkat veszélyeztetik. De az én számomra az is egy kérdés, hogy mennyi szabadságunk van, vagy mennyi lehetőséget ad az a szabadság szint, amivel mi rendelkezünk, mert én azt gondolom, hogy egyrészt én, aki mondjuk író vagy költő, ilyesmi vagyok, és szabadság ügyben én egy kivételezett helyzetben vagyok, és talán akik most itt ülnek, azok szintúgy a szabadságnak egy sokkal nagyobb adagját kapták az élettől, mint olyan nagyon sokan ebben az országban, és ezt szerintem jó magunkban tudatosítani, hogy furcsa volt, hogy már a kisfilmben is kizárólag erről volt szó, hogy akkor a mi szabadságunk mennyiben van veszélyben, illetve csak a saját köreinknek a veszélyeztetettségéről volt szó, holott ez biztos, hogy csak így egészében lehet elgondolni, illetve ezt a fajta közönyt, ezt lehet, hogy magunkon kellene elkezdeni, tehát a saját magunk közönyét kellene a mások szabadság hiányos állapota felé kicsit leküzdeni. Másrészt pedig itt legalább azzal szembesülni, hogy mennyi lehetőség van a mi helyzetünkben, szabadságügyben. Most kezdek mindent elfelejteni, amit elgondoltam, de esetleg akkor azt hadd mondjam el, hogy én amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit jelent számomra a szabadság, és mit jelent egyáltalán a szabadság, a testvériség és az egyenlőség hármasa, aminek az apropóján tulajdonképpen ez az egész előadás sorozat elindult, akkor én azt éreztem, hogy valami nagyon hiányzik nekem ebből a három dologból, és hogy az én társadalom szemléletem így akkor hiányos lenne, hogyha csak ebben a három fogalomkörben kéne elhelyeznem magamat, vagy egyáltalán a társadalomhoz való viszonyomat, és akkor arra gondoltam, hogy,
hogy kell ide még valami, és ez a valami az az, az igazságosság számomra. És azt is gondolom, hogy, ez a négy fogalom így együtt adja ki igazán azt, amivel elő lehet lépni, és ami igazán meghatározhatja egy olyan társadalomról való gondolkodás képét, ami számomra élhető. Tehát én azt gondolom, hogy aztán az a furcsa, hogy aztán két nappal ezelőtt ugye hallottunk egy beszédet, amiben elhangzott egy mondat, ami aztán végképp el bizonytalanított, és aminek kapcsán azt éreztem, hogy akkor most itten elvitték előlem a sót, mert ugye elhangzott az a mondat, hogy a szabadság az igazság kimondásával kezdődik. Ez nem tudom, hogy kinek honnan ismerődve ez a március 15-i Orbán beszédben hangzott el ez a mondat. Úgyhogy ez végképp elbizonytalaníthat bennünket, hogy azt érezhetjük, ha a szabadságról gondolkodunk, hogy már szavainkat is elrabolják, és valami gonosz ármánnyal egészen más értelmet nyernek a szavaink. De hát ettől függetlenül nekünk meg kell próbálnunk a szavak eredeti, vagy a szívünk szerinti értelmét megpróbálni megtartani. És én azt gondolom, hogy az igazság, mégiscsak az igazság, az a központi fogalom, ami összetarthatja a szabadság, az egyenlőség és a testvériség fogalmát. Én ezt kitaláltam egy elméletet, ami lehet, hogy bénán hangzik, de én azt érzem, hogy mintha az igazsághoz való viszony, tehát mintha az én felfogásom szerint a testvériség az tulajdonképpen az igazságos társadalom iránti vágyunknak az oka, tehát hogy miért fontos számunkra, hogy azon munkálkodjunk, hogy minél igazságosabbá tegyük a világot magunk körül, azért, mert ez is nagyon bénen és naívan fog hangzani, de mégiscsak azért, mert mindnyáján egy testből és vérből valók vagyunk. Mindnyáján testvérek vagyunk, ez az oka annak, hogy igazságosabb társadalom iránt vágyakozunk. Az, hogy mi szükségünk az egyenlőségre, az én felfogásom szerint az egyenlőség az tulajdonképpen a célja az igazságos társadalom iránti vágyakozásunknak. Ezt most vagy érti valaki, vagy nem. Ez nyilván nem az uniformizálásra gondol itt senki. Az én felfogásom szerint egy egyenlőségen alapuló társadalom nevezhető igazságos társadalomnak. És akkor ott van még a harmadik fogalom, a szabadság, és én ezt érzem, hogy a szabadság pedig tulajdonképpen az eszköze egy igazságosabb társadalom iránti vágyakozásunknak és munkálkodásunknak az eszköze pontosan a szabadság, ami mondom nem veszélyként, hanem pont lehetőségként kell felfognunk, és főleg akkor, hogyha mondjuk a foglalkozásunkból adódóan történetesen pont mondjuk írók vagyunk, vagy például a társadalomtudósok vagyunk, ami szintén egy ilyen olyan foglalkozás, ami sokkal több lehetőséget rejt magában szabadság ügyileg, mint gondolnánk. Mert az én felfogásom szerint a irodalmi műnek a minden olyan mű, ami számomra hatott, hogyha nem onnan akarom megközelíteni, hogy én mit szeretnék megírni, egyszerűen csak onnan közelítem meg, hogy mi az, ami számomra fontos volt irodalmi mű az életemben, akkor az pontosan az igazság, valamiféle igazságot, tehát megtanított különbséget tenni az igazságtalanság és az igazság között, és ahogy azt belénk verték, de ez abszolút sikeresen verték belénk, hogy az igazat mond, ne csak a valódi. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos különbség, és én azt gondolom, hogy ez, a társadalom tart arra kiosztott funkciókat, és például a nekem szánt funkció, de a társadalom tudósoknak szánt funkció is pontosan ehhez, hogy azokban az időszakokban, amikor az igazság
az egyre inkább rejtőzködik, és egyre sűrűbb, vagy egyre vastagabb rétegek tevődnek rá, és egyre nehezebb felismerni, akkor legyenek olyanok, akik meg tudnak különböztetni, akik meg tudják mutatni, hogy a valóság mögött hol van az igazság, és azt gondolom, hogy a költőknek ez a dolga. Úgyhogy igen, most már nem is tudom, miket akartam még mondani, de próbálok még egy picit kapcsolódni azokhoz, amik itt elhangzottak, a közöny, amit... De minden, akkor azt el tudom mondani, hogy amit Balázs, Dénes Balázs a szegény behibernált Petőfiről beszélt, körülbelül az érdekel engem, hogy ez a szegény behibernált Petőfi, ez mit szólna mondjuk hozzám, aki itt állok költőként, és vajon meg lenne velem elégedve, hogy ilyen szabadságügyben például eleget teszek-e, és azt gondolom, hogy az is felmerült, hogy ugye nyilván ebből a szempontból azt gondolom, hogy egy rokon szakma mondjuk jogvédőnek lenni. És hogy az is kérdés, hogy ez a közöny, amit annyira eluralkodni látunk magunk körül, az abból mennyi múlik rajtunk, tehát mennyi ebben a mi töketlenségünk, hogy mennyire tudjuk mi tartani azt a bizonyos lelkiismeretet az emberekben, azokat a mérétegeit a valóságnak megmutatni, ami már az igazság rétege. Tehát, hogy hogy mennyi ebben a mi felelősségünk, és mennyi a mi ügyetlenségünk, hogy ilyen mértékben elválnak világok egymástól, és annyira elválnak, hogy igazából az az érzésem ez a mai előadásokkal kapcsolatban is, hogy egy csomó igazán nagy probléma, ahol igazi nagy jogfosztások és igazán szabadsághiányos állapotok alakultak ki, és most már hosszú időre visszamenőleg, és nagyon kemény helyzetek, ezek nem is érintenek meg minket, holott mi vagyunk az a csoport, vagy az a része a társadalomnak, akiknek nyilván nem csak a saját szabadság gaink veszélyeztetettsége miatt kellene problémáznunk, hanem az lenne a dolgunk, hogy más társadalmi csoportoknak a egyre szabadsághiányosabb állapotát felhívjuk a egymás figyelmét, mindenki figyelmét, és hogy vajon lehetséges-e. Igen, hogy talán lehet, hogy lehetséges-e a saját, tehát az a kis film, amit itt a legelején láttunk, az én érzésem szerint azt meg kellett volna előzni egy olyan kis filmnek, ami más, egy kicsit kitekint, és más társadalmi csoportok helyzetét felől közelít. Tehát azt gondolom, hogy a mások iránti, mások problémái és mások szabadsághiányos állapotai iránti közönnyel tesszük magunkat kiszolgáltatottá tulajdonképpen magunkat is mindenféle szabadsághiányos állapotok előállásához. Úgyhogy igen, és az, amit még az elején elkezdtem mondani az igazságról, szóval én abszolút azt gondolom, nekem egy nagyon nagyon emlékezetes. Szóval számomra például a rendszerváltás az ott jött el, amikor a Kornisféle Dunasiratóban azok a bizonyos november 7-et éri neon fények, azok elkezdték villogni azt, hogy hazugság. Tehát az annál felszabadítóbb élmény nincsen, mikor végre nem kell hazudni. Tehát ilyen értelemben gondolom azt, hogy a szabadságnak és az igazságnak annak nagyon erős köze van egymáshoz, és igazából ezért gondolom azt, hogy a költőknek ebben a társadalomban szerepük lehet. Közük van a szabadsághoz, azáltal, hogy közük van az igazság kimondásához. Most ha mindent elfelejtettem, amit még akartam mondani, úgyhogy akkor felolvasom
azt a Bibó idézetet, amit ebből az értelemben talán keretbe is foglalja ezt a mai estét, hiszen a kisfilm is egy Bibó idézettel zárult. És amiből én felolvasom, az Bibónak a szabadság szerető ember politikai 10 parancsolata, ami egy kicsit talán úgy kapcsolódik ide, hogy sok szó esett itt a közösségről, és azt is tudjuk, hogy most egy olyan helyzetben vagyunk, ahol egy polgári engedetlenségi akció van nekünk mindnyájunknak belengetve, és azt talán elmondhatom, hogy az én életemben a szabadság megélésének egy fontos lehetősége volt, amikor én találkoztam egy olyan csoporttal, akiknek az eszköztárában egy olyan civil csoportosulással, akiknek az eszköztárában pont a közösség ereje és a polgári engedetlenségnek, tehát egyfajta radikális lemondásnak az eszközét élhettem meg. Ez a, talán most akkor nevesíthetjük, és ez a Város Mindenkié mozgalom, akiknek az egyik akcióján egy ilyen kilakoltatás elleni tiltakozó akciónak a végén olvastuk föl ennek a Bibó szövegnek a teljes szövegét, mint egy magunkat erősítve. És igazából én, hogyha példát kell mondani, ami aki kicsit segíthet számunk, kicsit is nagyon sok, tényleg nagyon sok szóba került a közösség, hogy ahogy ők közös, tehát az nagyon sokat segít, tehát az a rossz, hogy még arról szerettem beszélni, hogy az nagyon, nagyon nehézé teszi egyrészt a szembesülést is, másrészt ezzel az egész ránk szakadt rettenetnek tel való elbánást, hogyha az ember magányosnak érzi magát, és nagyon sokat tud segíteni, hogyha az ember tényleg megtalálja maga körül azokat az embereket, akik egy picit is hasonlóan gondolkodnak, és ez az elemi felszabadultság érzése, amikor az ember rájön, hogy nem ő van egyedül azokkal a nyomasztó kérdésekkel a világban, hanem többen vannak, akikkel össze lehet fogni, és akikkel például egy fontos eszköz lehet, amit működtetni lehet a közösségi összefogás során, ez a lemondás, amit a polgári engedetlenségi akcióban megél az, aki ebben részt vesz, hogy ami szerintem egy fontos dolog, és amit talán egy kicsit kapcsolódik ahhoz is, amit az elején mondtam, hogyha nem a saját szabadsághiányos állapotainkból indulunk ki, hanem abból, hogy mások hozzánk képest mennyivel nehezebb helyzetben vannak, akkor nyílik tere annak, hogy egyfajta gesztust gyakorolva a saját szabadságunkról lemondjunk, és ebből kovácsoljunk valamiféle erőt, ugyanúgy, ahogy egy ilyen polgári engedetlenségi akcióval az ember a saját szabadságáról mond le szimbolikus értelemben. Bocsánat, igen. Akkor ezt felolvasom, bocsánat. Akkor ez az a tizedik pontja ennek a bizonyos Bibó idézetnek, vagy Bibó szövegnek, a szabadság szerető ember politikai 10 parancsolata, a tizedik pont. A szabadság szerető ember bízik a közösség erejében, az emberek többségének tisztességében, és abban, hogy ezt elegendő bátorsággal és igyekezettel érvényre is lehet juttatni, ezért a maga példájával minden rossz hiszeműség elleni együttes és eredményes fellépéssel, és minden jó hiszeműség számára a bizalom előlegezésével erősíti maga körül a közösségben és a tisztességes szándék győzelemre vihetőségében való hitet. Köszönöm. Köszönöm a falázsokat, hogy jöjjenek vissza, és egy kötött percben a
gondolják, akkor reflektálni, ha hallottak, annyit szeretnék csak közben, amíg elhelyezkednek, hogy a nyilván egy szabadságfelhatás sem tökéletes, de itt a hallgatók szabadon a saját szabadság élményeiket, korlátozásaikat mutatták meg. Nem gondolom, hogy akinek védenem azt a videót, amit ők összeállítottak, tehát még a minden generációnak vagy csoportnak megvan a maga szabadság felfogás, hogy az ő vállalásuk az volt, hogy ezt mutatják meg, nyilván nem kell bele minden. Számomra ez volt a releváns, és akkor Balázsoknak. Nem biztos, hogy akkor értettem az utolsó gondolatot, mert Sanda Valád befejezte az előadását, de a kérdésem az lenne, hogy arra van szó, ez nem az a gondolat, hogy értettem az egyenlőtti, hogy azok a jogok, amikkel mérjük, azok el csak keményesednek. Tehát akkor, hogy ez egy normális dolog-e, szerintem ez így van. Pontosan ezt mivel kapcsolatban figyelhetse meg, mert én azt látom, hogy nem arról van szó, hogy azok a jogok, amikkel nem érjük, azok el csak kevényesednek, hanem azt látom, hogy a jelenlegi hatalom azok az egészen konkrét szabadsági jogokat napi szinten egyre nehezebb és nehezebbé tesz gyakorolni. Ugye, hát nem azért, mert annyira inkluzív vagyok, de ugye jelenben élünk, tehát és ez egy elég konkrét példa szerintem. Tehát az információ szabadság az vagy van, vagy nincs. Tehát vagy meg lehet tudni, hogy mire költik a regnáló politikusok a közt pénzét, vagy ne. Én azt gondolom, hogy az példáz, amit mondjuk az elmúlt két év a Magyar Nemzeti Bankban történt, az nem arról szól, hogy az állampolgárokat nem érdekelték volna bizonyos szabadságok, hogy nem éltek volna bizonyos szabadságokkal, és ezért azok szépen lassan csak egy négyesetek meg kibújtak, hanem ennek az ellenkezőjéről. Tehát azért ha megnézzük, akkor azért nagyjából az történt, hogy akkor nyúltak bele törvényi szinten az információ szabadságba, amikor bizonyos bírósági ügyek elsőfokon véget értek, és amikor a Magyar Köztársaság Bírósága, Magyar Állam nem éve kiérdette azokat az ítéleteket, hogy azoknak az újságíróknak volt igaza, akik az információszabadság törvényt és használva, meg egyébként hát a Magyar Köztársaság Állam törvényéből is fakadó jogokat használva, ki akarták benne szedni a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiból, hogy akkor pontosan mire is fordítódik a köznek a pénze, és akkor ez megtörtént, hogy élt a közösség ezek a jogokkal, majd jött a hatalom, és azt mondta, hogy Ácsi, ez nem így van, megkérdezettek már ilyen sokat, hozzunk egy törvényt. Ez nem elcsökevényesítés, hanem ezt State Capture-nek hívják sajnos a magunk foglalatett államnak. Tehát ez az egyik. A másik pedig, én azt nem gondolom, hogy a jogainkat öncélban szaporítanánk akkor, amikor az emberi méltóságból újabb és újabb jogocskákat vezetünk le. Tehát lehetnek különböző vélemények azzal kapcsolatban, hogy például mennyire fontos nekem az, hogyha szeretném, akkor a gyerekemet egy olyan névvel nevezzem el, ami adott esetben nem szerepel a magyar tornévkönyvben. De szerintem nem a mi dolgunk az, és semmiképp sem az állam dolga az, hogy megmondja azt embereknek, hogy mi volt jó élmény. Tettem, ahogy is úgy kezdte az előadásokat, hogy ugye a polgárok szempontjából úgy néz ki a szabadság, hogy minden szabad, ami nem tilos, és minden szabad, azt hozzáteszem, ami nem sérti mások érdekeit. Ez pár szimbolikusnak tűnik, hogy eltéktelen, hogy szerintem a névhasználat az pont egy jobb dolog. Nem értem, hogy ez zavarna másokat azt, hogy én a gyerekemnek olyan embert szeretnünk adni, amilyet. És a harmadik, az pedig erről a bizonyos hiba százalékról. Tehát azt mondtad, hogy nincs tökéletes demokrácia, és mindenhol van hiba. És a kérdés az, hogy hány százalék hibával tudunk együtt élni szépen, meg az igazi kérdés az, hogy működnek-e azok az önvédelmi mechanizmusok. Egyfelől a politikai közösség részéről, a választópolgárok részéről, másfelől, és ez nagyon fontos, a rendszerbe beépített önvédelmi mechanizmusok, amikre én egyensúlyok rendszereként utaltam,
hogy ezeket a tudatokon betölt az újvákat kérdítsák. Azt gondolom, hogy Magyarországon ma mindkét szempontból nagyon gondban egyfelől a polgárok részéről is, nagy gondban azon kapcsolatban, és a félrejtés esélyben nem arra gondolok, hogy minden egyes választó polgár csak legyen, de a jelenlévő kivételek. Lehet, hogy a jelenlévő kivételek, igen. De hogy a másik hatalmas pont, hogy bizony a jelenlegi hatalom, az mindent megtett az elmúlt 20 évben azért, hogy ezeket a bizony beépített fégeket és egyensúlyokat csökkentse. Hát vegyük meg az alkotmánybíróságot, vagy vegyük a bírói függetlenséget, vagy szóval ennyi. Ezt mondanám. Köszönöm szépen. Ez rögtön nagyon sok kérdés volt, és itt ügyetlenül majd emlékeztessél, hogyha elveszettem a falat, és rögtön ügyetlenül jegyezgettem magamnak. Azt hiszem, hogy az egyik kérdéskör, amit felvetettél, információs szabadság, konkrétan a közpénzekkel való bánásmód átláthatósága. Itt az alaptörvénynek van egy világos szabálya, sokkal kimondottabb és világosabb, mint ami a korábbi szövegben volt, és a történetnek nincsen vége. Éppen annak az egyik tesztje, hogy a rendszer tudja maga magát korrigálni. És meglátjuk, hogy ennek a történetnek a végén. Tulajdonképpen nem is erre gondoltam, amikor arra utaltam, hogy a szabadságunknak néha részeiben nem élünk, vagy nyilván jó az, hogyha van egy társadalmi konszenzus egy csomó mindenben. Hogyan öltözködünk, hogy megyünk a utcára, mit veszünk fel egy vizsgára, és tulajdonképpen nem rossz az, hogyha néha-néha vannak, akik ezt a konszenzust megkérdőjelezik, vagy provokálják, vagy megpróbálják egy picit lazítani a kereteket. Bizony, hogyha a polgárok bizonyos jogokkal nem nagyon élnek, mert szemérmesek, vagy lusták, akkor előbb-utóbb az, aki viszont mégis él ezekkel a jogokkal, azokra sandán néznek. Vagy hát csúnyán, vagy rögtön gyanús. Ez most miért ugrál? Mikre gondolnék. Mondhatnék konkrét példát, és akkor lehet, hogy viszont messze vinne és félrevinni a beszélgetést, hogy alapvetően állami egyházokkal, vallásszabadsággal foglalkozom. Európában kialakult egy olyan kulturális konszenzus, köztéren szemérmesen bánunk ezekkel a kérdésekkel. Közétkeztetésnél nem imádkozunk az étkezés előtt. Tehát, hogy otthon igen, egy amerikainak nem lennének ezek nem lenne ez az attitűd. Bizony, hogy föladunk, nem élünk ilyen jogokkal, akkor előbb-utóbb az, aki viszont mégis él vele, az egy picit békebontó, vagy most provokál, vagy kérkedik, vagy, és akkor már rögtön furcsa az, hogy hát igen, miért akar az a muszlim nő felkendő bennem? Miért ragaszkodik ilyesmikhez? Hát ha a többség nem él ezekkel a lehetőségekkel, ezekkel a jogokkal, akkor az érzékenység a jogok iránt az csökken. A jogállam azt hiszem, hogy nagyon sok szempontból egy önbeteljesítő hitből él. Abból, hogy az esetek nagyon nagy részében nincsen vita. Az esetek nagyon-nagyon nagy többségében, az ügyek nagyon nagy többségeben megoldódnak az ügyek. Önkéntes jogkövetés, ha van jogvita, első fok 90% jogerőre emelkedik. Amikor korrigálni kell, akkor tud-e korrigálni. Mi volt a második kérdésed? A névszabadság. Igen. Lehet, hogy egy rossz példa volt. Mit akar az állam akkor, amikor a névjogról, névjogot... Én se hiszem azt, hogy
hogy az állam hatalomhoz hogy illetékesebb lenne abban, hogy hogyan is nevezze az ember a gyermekét. Azért az, hogy a szülői jogoknak vannak, hogy lehetnek legitim korlátai. Tehát adott esetben egy gyereket a saját szülőjével szemben is néha bizony tipikus vizsgakérdés, mint szoknak, csináltathat-e az ember a gyerekének tetoválást, vagy fülbevonót, a fián, lányának, piercinget, egy párnál többet, vagy... Tehát, és érezve, hogy egy hagyomány van mögötte. Persze, fölnő az ember, akkor úgy tetoválja össze magát, ahogy akarja, megváltoztathatja a nevét is. De a szülővel szemben hol akarjuk elkezdeni védeni a gyereknek a jogait? Azzal együtt, hogy azt én is egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy alapvetően a családon belüli dolgokba az állam lehetőleg ne avatkozzon be. Hogy ezt aztán egy... Azért, hogy vannak itt jogok, de hogy ezt tényleg föl kell rögzítenünk az emberi méltóságig, és alapjogként kell meghatározni. De nem akarnám elvitatni azt, amiben a 90-es években az Alkotmánybíróság tágította a szabadságot, és megfogalmazott újabb és újabb jogokat, és fontosnak tartom azt, hogy egy közintézmény zsűrizés nélküli iparművészeti alkotásokat vehessen, de nem inném, hogy ez egy az emberi méltóságból annyira közvetlenül levezethető és nevesítendő jog. Itt inkább a fontos, és megint csak, akkor, ha ez félreérthető volt, akkor elnézést kérek. Persze az, hogyha valaki számít az is, hogy mi az, amit valaki szubjektíven megél, mint jogkorlátozást. Tehát ez fontos. És az, hogy mi az, ami egy hallgatónak fontos. De azt próbáljuk meg súlyán vagy helyén kezelni, az talán az is fontos. Akkor az első kérdésre nem emlékszem, és ne haragudj. Ez az igazság szabaddá tesz, ez János 8.32, tehát nem más dobta el. Ez szentírás, tehát ez... És az, hogy az igazság és a szabadság nem választható el, a hármas könyv is ezzel kezdődik, hogy az igazság az embernek az az állandó és folytonos akarata, mert mindenkinek megadja azt, ami jogosan megilleti, osztó igazság elve. Nyilvánvalóan az igazság és az is, hogy a szavakat mire használjuk, néven nevezzük-e a dolgokat, néven nevezhetjük-e a dolgokat, ugyanazt értjük-e alatta, az egy kulcskérdés. Olyan szép az, ahogy Babics ír a szabadságról, amikor hiába rándul a Tanács Köztársaságból, varázsban a szavakon, fordítva értsük őket. Igen, ez egy fontos kérdés, hogy mit is értünk a szavakon. Köszönöm, és akkor de én azt szeretném kérni, hogy jönnek a kollégák segíteni, és ha valakinek hozzászólni valójában kérdése van, ott rögtön viszünk egy mikrofont, és azt fogom kérni, hogy úgy próbáljuk meg két és fél perces üdvözlőt, mindenkinek perces, és ez még szabadon is a szó. Köszönöm szépen, mindenkinek feledkeznek szépen. Énes Balázsnak annyira a megjegyzésért kérnék ki, hogy a komponens kötés és a domtörvény körül fordulódott, úgyhogy mennyire fontos, hiszen nyilván ez relatív, és egyetértünk abban, hogy vannak ezek még más témák is, de tegyük fel, hogy az illető mérnök, aki ezzel tisztában van, jó családokban lesz, betölti az állását, hozzá nem esik a GDP-hez, és munkájában már is többet teremtett, mint azok, akik esetleg szeretnek beszélni fel, és lehet sok mindenről. Ez a mérnök ledolgozza maga 8 óráját az üzemben, a gyárban, esetleg az ő alá beosztott munkás még plusz 4 órát a második műszakban ledolgozik, hazamegy, elaltatja a gyerekeit, lefekheti őket, elolvas egy jó könyvet, esetleg elmegy színházba, és ezt világában sincsen bekapcsolni a Magyar Egyet, vagy a Magyar Rátévét, vagy a Hit TV-t, hogy tájékozódjon arról, hogy soha kívül megy neki lopott évben.
Tehát nem feltétlenül közéleti ember, nincs feltétlenül tisztában azzal, ami az országban zajlik. Jó ez így vagy nem jó? Ez nyilván megint egyes kérdés, valószínűleg nem. Tudjuk az ókori görögök óta, hogy az volt igazán teljes jogú polgár, akit érdekelt a közélet, akit készült a népülésen. Én ebben a hátralévő durván egy percben viszont egy másik hitvetőnek a mondására térnék ki, a Szókratész görög filozófus, aki feltette a kérdést. Azt hiszed, hogy tudod-e mi a demokrácia, ha nem ismered a népet. Vagyis, hogyha föltesszük azt, hogy ez egy magyar betegség, már ami a közélettel szemben tartózkodást jelenti. Magyar betegségesek pedig az is, hogy ne dőlnek sokan a populista szólamoknak, az egyszerű mondatoknak, akkor tegyük fel a kérdést úgy, hogy vajon miért lehet népszerű Donald Trump Amerikában, vagy egy Löpen Franciaországban. Hogyha leegyszerűsítem a választ, akkor talán arról lehet szó, hogy az emberek nem csak nálunk, de még sokfelé a világban egy meghatározott időt szánnak a politikára. Ami lehet, hogy nem túlzottan sok idő. A kérdés az, hogy velük szemben, Trumpékkal, Orbánékkal szemben ki lesz az, aki ebbe az időben beleférkőzik, elkötelezett a polgári létforma irányában, megnevezi a polgári létforma két ellenségét, a korrupciót és a szegénységet, és valami üzeneteket tud adni, fölfesteni a plakátra, kirakni a Facebookra, ami ezekre hatékonyabb, és mondjuk idősen rávilágít. Él az ő eszközeikkel, de 180 fokban más szándék vezérli Magyarországon, vagy akár máshol is. Köszönöm szépen. Egy nagy felelősség, és hogyha nem tanítjuk meg a diákokat a felelősséggel élni, és nem tanítjuk meg őket, hogy milyen a szabadság érzése, akkor bizony ezt teherként fogják megélni, és nem fogják kivenni a szabadságot. És ebből a szabadság súlyos teherként való megéléséből következik az, hogy utána közönösség lesznek a szabadság elvesztése felé. Van még hozzászóló, vagy kérdezni, mert a kérdés szívesen érti a mikrofon, ott is, ugye? És aztán itt is, ezen az oldalon is a kérdésnek. Jó, üdvözlök mindenkinek, én Szigetvezet Tamásnak hívnak, én itt tanítom az Európai Tanszéken, és az egy pár dolgot szeretnék, leginkább Sanda Balázs. Kettő vagy három percet nem lesz, jó? Az első az az, hogy itt el van köztük Magyarország jogállam, és szabad jogállam, amivel alapvetően én nem értek egyet. Tehát szerintem ez nem jogállam. Mondjuk jogállamban nem csinálunk olyat, hogy addig degregetjük a választási szabályokat, amíg 43%-on, 43%-a két van, is kapunk. Így már jó? Így jó. Tehát annak minden jogállamban elég ritka, hogy addig tekergetik a választási szabályokat, hogy 43%-a hitval, hogy jöjjön ki. Jogállamban nem csinálunk olyat, hogy az alkotmánybírósággal nem értünk egyet, és egyszerűen beleírjuk az alkotmányba. Tehát elég sok ügyen van, ami alapvetően, hát jogállamban látjuk, hogy hogyan működik az ügyészség, látjuk, hogy hány pontra sikerül időre ezeket az alapvető jogállami elveket. Hát megint az én azt gondolom, hogy ezt azért így kijelenti, hogy Magyarország szabad jogállam, ez azért egy elég vad kijelentés. Egy második, ugye, ha megnézzük, amiről beszélt, az majdnem mindig arról szólt, hogy a szabadságról hogyan kell lemondani.
Tehát nem a szabadságról magát, hanem a szabadságról való lemondásról. Ez alapvetően szerintem ugye a vallásokból ered egyébként, hát ez egy nagyjából, hogy a legdominánsabb van a skolaszok és filozófiában, ez akkor leszek szabad, ha lemondok a szabadságomról, ugye ez a keresztény, de egyébként más vallásokban is hasonlóan megjelenik, és szerintem ez azért is érdekes, mert ugye a jelenlegi autoritár államrendet, ami szerintem Magyarországon van, azért alapvetően pontosan ez jellemzi. Tehát az jellemzi, hogy nem az egyén dönt a szabadság, akkor ha megnézzük Orbán Viktor itt a legedék, amikről beszélt, mindig arról volt szó, hogy nem más mondja meg nekünk, mi mondjuk meg. És az igazság, hogy nem mi mondjuk meg, hanem lehetőleg én szeretném megmondani. Tehát, hogy alapvetően ez a fajta ilyen közösségi lemondunk a saját szabadságokról, ez szerintem azzal függ össze, hogy kell egyfajta ilyen vallás óték, amiben az emberek életnek, és az egyébként akkor függetlenül vallásosak -e vagy sem. És nem még bekapom, mi lesz még egy elmézés. Jó, és szerintem hát igen, tehát hogy ez szintén megy ugye az autoriter gondolkodásunknak a része. És a harmadik része pedig az, hogy ugye ez is egy nagyon érdekes dolog volt, hogy miért ilyenek az emberek, hát szerintem azért, mert Magyarországon egy ilyen posztfeudális gondolkodásmód uralja, ahol van egy ilyen lemondó tömeg, és adott egy agresszív csoport, ami gyakorlatilag elrabolta az államot. Tehát gyakorlatilag az egésznek a dinamikája ez, hogy ez az empátia hiányára épít. Tehát az agresszív csoport, ez gyakorlatilag azokat, akik mondjuk kimerik mondani a véleményüket, azokat, ahogyan mondjuk a legutolsó tüntetésre látunk, lebolsevik hozzá, ugye? Tehát én ugye bolsevik vagyok, mert ott van. És ahhoz képest, hogy ilyen egész családban mindent elvetek, és abban a vitát, hogy azért ez egy elég az vált, amit én a nagyapámat majd kérdezik, tehát hogy nem igazán értem egyet. Tehát, hogy és alapvetően hogy ennek is a dinamikája, és visszakanyarodnék az előre, egy jogállamban ilyet nem mond egy tisztelelnök. Tehát nem akarja az állam egy részét kirekeszteni a saját államából. Tehát alapvetően ezek a problémák, ezek ilyen szélső jogoldali autoriter államokban vannak ilyen, vagy fasiszt államokban, de jogállamban nem. És ez szerintem egy olyasfajta konzervativizmus, ami nem a klasszikus konzervativizmus, hanem egyfajta autoriter konzervativizmus inkább. A klasszikus konzervatív demokraták, ez nem egy demokrata. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm, János János, a kérdőleg is igyekszem röviteni. Figyelem az időt szigorúan. Oké, tehát a jogászok látszólag nagyon ellentétes dolgokat mondtak, és azért érthető legyek, amikor akkor kiindulni, hogy ők mondtak, nem azon szeretnék beszélni. A Csanda Balázs azt mondta, hogy nem lehet elég magasra menni a biztonsági korlátokkal, mert mindig előfordulhat, hogy azok nem elegendőek, és akkor végig is visszavesznek a jogokból. Dérzsolat azt mondta, hogy hát közösek vagyunk, meg sok minden másokból nem védjük meg a jövőnkben. Mind a kettőnkötőnk az van kettő az előzőben, hogy ugye ami hiányzik hatalomból, az az önkorlátozás. Ami hiányzik a népből, az a cirkulás. Miről van szó? És akkor fogja azt még mondani, hogy leginkább erős világ találtam volna. Értékek hiányoznak. Tehát az alkotmányosság alapja, ez nem azért tézise van a sorházkói, azok bizonyos értékek. Erős világ, amiről beszélték a sárkoság címén, úgy hívják, hogy szolidaritás. Tehát fel lehet sorolni néhány értéket, Balázs értékekről beszélt, azok gyengülését kérte számot. Itt meg is állhatnék, de nagyon politikus a légkör, ez egy picit talán mindig. Tehát az történik, hogy az Orbánizmus nem most az elmúlt 6 évben, hanem az első kormányrakülésekor is új értékeket, helyettesít értékeket vezetett be a köztársasági értékekkel szemben. Ez egy kifejezetten közösségi érték. Tehát a nemzet, a bennünket támadnak, meg kell védenünk, ezek mind értékek. Arról van szó, hogy a liberális, a baloldali, stb. Oldal nem volt képes ezeknek a új értékeknek a hamisságát kimutatni, és nem volt képes a régi értékek érvényességét. Ennyit a tudom.
személyes tudat vagyok. Az a szerepünk kezdeni, hogy aki szabadságot követel, így jó, aki szabadságot követel, az valami olyasmit követel, amit mások utána, nem értenek egyet, azért tiltják, különben nem tiltják. Tehát a szabadság szeretetnek és a szabadság vágynak az a mércéje, hogy mennyire tudjuk elviselni azoknak a szabadságát, hogy azok mondanak, amit mi utálunk és az ám is vonatkozik, és ennek az első számú tesztje a holokauszt tagadás szabadsága. Akik a holokauszt tagadás tilalmával egyetértettek, azok nem szabadságszerető emberek. Azok a nemzet szabadságának az ellenségei, és nem értették meg, hogy a dolognak a holokauszthoz semmi köze, mert teljesen mindegy, hogy milyen tárgyat veszünk, ha egy történelmi állítás bármilyen abszurd tilalmazunk, akkor ez a tilalom potenciálisan mindenre érvényes is lesz, és ki is terjed, például 5-6-tal kapcsolatban biztos el lehet ítélni azért, mert ellenforradalomnak tartja. Na most én átéltem évtizedeket úgy, hogy 5-6-tal nem lehet forradalomnak tartani, és amikor apámmal vitatkoztam erről át évtizedeket, hát, hogyha szegény apám élne, lesülne a bőre a gépekből. Magyarországon betiltják azt, amit ő gondolt 56-ról. Úgyhogy gondoljunk a holokauszt tagadás tilalmára, és tudjuk, hogy mindenki a szabadság ellensége, aki azzal egyetértett, mert ez a legjobb. Gulyás András vagyok, és sokszor elhangzott ki a hiány, hiányzik és az igazságtartás szó. Göncz Árpád valamikor már 91-92-ben még a szabadság eufóriájában már érzékelte, hogy a rendszerváltás egyik legnagyobb nagy problémája az, hogy a biztonság az, ami az embereknek, a változások veszteseinek ugyanezt a, addig nem érzett, mint a levegő hiányát, akkor a biztonság volt, ami ennyire fontos volt. Érdekes módon ebben a történetben, a másik oldalról meghalljuk azt is, hogy új értékeket ad a mostani hatalom az ő benne bízóknak, vagy rajongóinak, és ennek a lényege, hogy van egy álom. Ebben az álomban a szabadság benne van, legalább annyira zavar engem az, hogy az bank mit csinál, mint hogy József Attilát, meg a szabadságot valaki másképpen interpretálja, mint a sajátra volna. És itt az igazság kérdése megint csak fölmerül, hogy szabadság az, hogy megvédik a határainkat, hogy gyűlölet kampányal megyünk a menekülők ellen, stb. Stb. De a lényeg, amire akartam gondolni, és amivel nekünk feleletet kell találni, hogy tudunk-e ilyen álmot adni azoknak, akik érzik, hogy miért kellene változtatnunk, hogy miért kellene szabadabban, meg úgy élnünk, hogy a gyerekeink és az unokáink egy olyan világban élhetnének, mint ahogy itt hallottuk, hogy valamikor az a bitnik lelkesedés eufóriája vezetni azokat, akiknek az utódai most vezetik az országot. Van-e egyelőre úgy hozzászóló? Mert ha nincs, akkor előbb megkérjem a Balázsot, hogy az egyik első kérdésre, ha akar rekentálni, hogy felmegyek, akkor azt tegyem előre. Sajnálom, hogy a szerencsétlen megjegyzés, hogy az volt az örök életű jogászmérnök ellentétek felszításához vezetett. Legalábbis a percepcióm ez volt, ez meghatározó az életemben, tehát már ilyen alkalommal visszakértelmiségi környezetbe kerülök, akkor ott
céltáblával, ez jó van ez így szerintem. Szóval, hogy én azt akartam ezzel mondani, hogy azt gondolom, hogy az, hogy egy demokráciának a minősége milyen, ahogyan azért van szerepe az oktatási rendszernek. És azt gondolom, hogy a jelenlegi magyar oktatási rendszer az ahelyett, hogy arra koncentrálnak, hogy felkeltse a gyerekek érdeklődését bizonyos témák iránt, legyenek azok természettudományok, vagy társadalomtudományok, inkább megpróbál a közoktatás 12 éve alatt hát maximális szintű lexikális tudást a gyerekek fejébe plantálni, és így fordulhat elő az, hogy az említett fizikai, kémiai fogalmakkal hát legalább elméleti szinten találkozik mindenki, de mondjuk azzal, hogy mit jelent az, amit mondjuk szabadsággal kapcsolatban hát elég fontos lenne, hogy mi az, hogy szükséges és arányos állami fellépés, mi az, hogy demokratikus vita, mi az, hogy társadalmi részvétel, ezek meg nem merülnek fel nagyon sokszor tisztelet a kivételnek iskola szinten is. Szerintem ez probléma. Én erre próbáltam utalni, abba, hogy mekkora fejtörést jelent jelen pillanatban az Egyesült Államokban, hogy egy Trump-szerű figura az közel kerülhet ahhoz, hogy az Egyesült Államok elnöke lehet, ez én ebben most nem mennék bele. Egyszerű magyarázat szerintem erre nincs, hogyha ha lenne, akkor a republikánus pártnak a vezetői azért tudnák, akkor nem lennének, akkor a bajban, korában vannak most. Berlusconi. Azt mondta a Balázs, hogy Berlusconi. Igen, tehát ott azért... Beszélj azért. Hát, ha megjelent példa beszéltél, igen, Berlusconi. Van-e még... ott is van egy... Paul Tamás vagyok. Nevetezi magára egy ilyen összejövetel sorozat, akkor legalábbis az következik, hogy a kérdéseket nem tudományos, hanem aktuálkodik, akkor helyesen közelíteni. Másodszor, hogy nagyon egyenesen is nyíltak és könyörületetni kell magad ezt, amit mondani akarok. Én azt, nekem a két jogászadalás után Kínes Balázsról egy nagyon rövid megjegyzésem lenne, hogy szerintem nem közül is van már apáti, és ez nagyon nagy különbség. Azért önmagában az, hogy a választások többségén nemzetközileg nem alacsony részvétel mellett nem váltották a kormányt, de azt mondott, hogy a nagyon nagy különbség apátia most már van, szerintem. Az időkorát miatt a maradék időben én azt gondolom, hogy amit már előtte is mondott valami másképp fogalmazva, hogy az az állítás, hogy Magyarországon ma egy szabad ország, egy szabad jogállam, ez az állítás szerintem hamis és apolitikus. Az, hogy szabadság van, vagy nincs szabadság, ennek van sok bonyolult kérdése. Ugye az abortusz szabadság, az eutanázia szabadság, a magyar gyűlöletbeszéd szabadság, ami a Kövész Sándor utalt. Ezek elég bonyolult kérdések. És nagyon sokféle válasz van rájuk, és nagyon alapos mintát igényel. De a mi esetünkben nagyon egyszerű problémák vannak. Olyan egyszerű problémák vannak, mint hogy az elmúlt 6 évben lépésről lépésre kikapcsolták a végegyenesült többségét, nagy részt. Lényegében megszüntették az alkotmányíráskodást, ami egy nagyon fontos elmesült. Ugye a sajtószabadság, ami Petőfi kapcsán nagyon fontos kérdés, ugye a sajtószabadság ma nem úgy néz ki, ma nem az a kritérium, mint Petőfi korában, amikor be lehetne az, hogy bemerünk egy nyomdába, és ott azt nyomdatunk ki, amit akarunk, az már sem. A 2016-ban a sajtószabadság alapkérdése az a közszolgálati média, ami
mindenki az elmúlt semleges vagy elfogult országok akadályozója. Ez egy másik olyan mérce, amit megállapítunk, hogy Magyarországon szabadságot felszámolták. Az, amihez mindenkit eljut, az kormányzó is. Folytatottan van egy idő, másik tette, most itt teszem meg, de azt gondolom, hogy egy ilyen beszélgetés sorozatban csak arra szabad kiindulni, hogy 2016-ban Magyarország már nem szabad osz. 20 évig szabad osztán volt, akkor is sok baj volt. Akkor is nagyon sok baj volt. De alapján, hogy a szabad osztán volt, most nem az, és ennek a legfontosabb kritériuma, hogy 2010-ig Magyarországon az emberek egzisztenciálisan nem az államtól féltek, hanem a munkaerőpiaci helyzettől. Most egzisztenciálisan a politikai tanul birtokosaitól félnek, és elnökségem teljesen mondta, mi itt egy privilegizált kör vagyunk, különböző mértékben egy privilegizált kör, de ha azt tudom, hogy nem egy kisvárosban, mint olyan valaki, akit ellenzéki politikusok ismernek a televízióból, akkor egy munkanélküli vagy közmunkás, stb. Nem mehet fel egy fényképen megjelenni, mert attól fél, hogy akkor nem kap, ma már csak közmunkát kaphat, korábban még segélyt is kaphatok, nem mehet fel megjelenni, akkor nem fognak. Ez Magyarország az alaphelyzet, és ahol ez az alaphelyzet, az nem egy szabad ország. Ennek kell lenni a kiinduló pontnak, minden másról csak ezután érdemes beszélni szerintem. Köszönöm szépen! Szintén nem hajlandók behatani. Szóval itt visszamenőleg 25 évre, hogy a demokráciának a hiányáról beszélünk, 50 évre visszamenőleg káron ezen vitatkozni. Nem hiszem, hogy az előző 6 év volt az, ami mindent elhatott, és előtte úgymond kisebb hibák voltak, de egyébként pedig. Hát ugye el voltunk, ennél azért nagyon maga vagyunk. Köszönöm szépen. Akarja valaki a... Ja, még van? Oké, ott is van egy kérdező. Én lennék, megszólal a csapos, vagy nem tudom, mi ez. Én három emberre szeretném felhívni a figyelmet, ha jól emlékszem, hárman voltak, valamilyen bizottságnak a tagjai, akik azzal foglalatoskodtak, hogy milyen intézménynek milyen neveket javasolnak, vagy nem javasolnak. És volt nekünk egy repülőterünk, amit Liszfel, vagy minek hívtak? Nem. Fehérvári repülőtérnek hívtak. Majd született egy központi akarat, hogy mától ezt a repülőteret hívjuk Liszt-Ferenc repülőtérnek. És hát ez a három jó madár, ezek a díszpintyek, ezek nem értették meg, hogy itt valaki fölöttük valami mást akar. És azt mondták, hogy jó lesz az a Ferihegy is. És ezek az emberek nem csak a bizottságban való helyüket vesztették el, hanem, ha jól emlékszem, a munkahelyüket is. Én szerintem Magyarországon abban a pillanatban megszűnt a szabadság, és hogy ezt az emberek nem vették észre, azt gondolom, ez az ő bajuk. Minden tagja, hogyha ellent mond a kliknek, és elveszti az állását, akkor abban az országban feltételezhetően nem kap munkahelyet, mert minden munkahely centrálisan egy kézben van.
szabadságban-e abban az országban, ahol nem döntetem el, hogy a gyerekeket milyen iskolába küldöm, különösen vidéken, ahol vagy egy háziskola van, vagy nem egy háziskola van, vagy szegregált iskola van, egyáltalán nem tartozik rám, hogy milyen iskola van egyáltalán, és hogy hova küldhetem a gyereket. Szabadság van-e abban az országban, ahol nem járhatok ugyanabba a kórházba, amelyben a hatalmasságok járnak, ahol nem azonos mértékben, azonos biztosítások alapján, azonos mértékben fognak rólam gondoskodni, dönteni. Szabadság van-e abban az országban, ahol nem az előmenetelen alapján döntik el, hogy milyen társadalmi pozíciót tölthetek be. Folytathatnám, köszönöm. Ennyi. Hozzászól úgy látok, hogy nem engem ért ez a megtiszteltetés, hogy ezt a Petőfi őrületőkkel, akár én is nevezhetnék sorozatnak ezt az első adását, vagy első rendezvényét én moderáljam. Nem vagyok túl rutinos moderátor, lehet, hogy ez van Pető. De esetre én nagyon élveztem, és nagyon örülök annak, hogy ez elindult, és aminek talán a leginkább örülök, az az, hogy ugye, és ez szorosan a szabadsághoz kötődik, Magyarországon az egyik legrégebbi vitesideit, hogy szóba került, hogy Lapátia közön felelősség foglalkozunk el. Ugye én is egy ideje egyetemet tanítok előtte, egyetemen tanultam, és amit én a legproblematikusabbnak tartottam az, hogy az egyetemre kikerült a közélet, tehát amikor mi arról beszélünk, hogy respublika, vagy közösség, vagy köztársaság, ahhoz kell egy szocializáció, ami a közoktatásban nem történik meg. Én azért örülök nagyon, hogy ez most egy egyetemen ez a fórum újra kezdődik, vagy elkezdődik, mert hogyha mondjuk szólnak a gyerekeik és az unokáiknak és az itt ülő hallgatók, szólnak a hallgató társaiknak is, akkor a következő alkalommal még többen leszünk, és talán ha nem is oldom el minden problémát egyből, de talán egy kicsit előfelítjük ezekben az ügyekben, amit még fontos elmondani, hogy ugye ez egy rendezvény sorozat, tehát a következő alkalom április 14-én lesz, ha jól emlékszem a dátumra. A téma talán ismerős, akár meg is beszéltem volna Erdős Virággal, hogy titokban konferálja föl, igazságosságról és egyenlőtlenségekről fogunk, tehát igazságosság és egyenlőtlenségről fogunk beszélgetni. Nagyjából hasonló keretben, más részvevőkkel, de más előadókkal is hozzászólókkal, de nagyon remélem, hogy önökkel ugyanúgy fogunk találkozni április 14-én, és köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Oh.